Huligánok, figyeljetek, mert megköszön a képen. Jó reggelt, Riadtál, Bűnök a csatornán képen jelentkezik a következő csodálatos farming szimulátorral, amiben meg kell reformálni a TS-t. Hát már megint, mindig egyébként ezen a reformálással akar a képer előbbre jutni, de hát megmondom a frankót, az az igazság, hogy vannak problémák a TS működésével kapcsolatban, mindjárt el is fogom mondani ezeket a dolgokat, mert tényleg vannak problémák, mert igazából eléggé, ez előtti rész előtt még úgy gondoltam, hogy én nagyon könnyen megszerzem azt az 1 milliárd eurót, de aztán ez előtti részben úgy rá kellett döbbenjek, hogy igazából szenvedtünk, mint a Pilátus macskája, 2 órán keresztül és 100 000 eurót szedtünk össze. Tudom, hogy később nagyobb gépeink lesznek, meg minden, de hát 100 000 eurót sikerült összeszedni gyakorlatilag folyamatos aratásból, 2 óra alatt. Még hogyha 1 óra alatt, még ha felezzük ezt az időt is, akkor 1 óra alatt mondjuk 100 000-et összeszedek, azt tudjátok, hogy mennyi 1 milliárd eurót elérni? Az 10 000 Farming Simulator 19 1 órás részt kell felvenni a keepernek ahhoz, hogy elérje az 1 milliárd eurót. Tehát, hogyha egy nagyon kis, nagyon gyors számítással vagyunk, ugye, akkor az 5000 napon keresztül 5000 napon keresztül kell kiraknom 2 rész farming szimulátorba, ami olyan cirka, olyan 10-néhány év gyerekek, 10 pár éven keresztül farming szimulátor videót kell kiraknom minden egyes nap, 2 darabot, ahhoz, hogy meglegyen az 1 milliárd euró. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, igen, és nem fájt. Várjátok gyerekek, hány óra van? El kell menni valahova, ide el kell menni. Csomó mindenről fogok beszélni. Nyugodjatok meg, attól megnyugszatok. Kitaláltam igazából egy olyan metódust, egy olyan munkamenetet, ami szerintem nemhogy magyar farming szimulátoros. Ugye rohadt hangos, az mindig annyira hangos gyerekek, megvadulok tőle. Jármű hangereje pedig le van véve. Mindig attól félek egyébként, hogy itt a jaj, de mi történik. De egyébként ez a kirovesz, ez tényleg rohadt hangos. Na, egy olyan játéktechnikai folyamatot sikerült kifejlesztenem fejbe, mint egy gondolatkísérlet. Úgy működött így a keeper agyába az egész, le van játszva, hogy konkrétan szerintem nem hogy magyar farming szimulátoros videósnál hasonló se volt, de külföldinél se. Ugye azért, mivel rá vagyunk kényszerítve arra, hogy figyeljetek, várjátok, itt néztem, hogy itt olyan alacsony, olyan nézd meg, itt szerintem, látod? Itt ilyen, ó, hát akkor ez megoldottuk itt a dolgokat, egyébként egy kis buzát ide öttenénk, vagy valami, azt már meg is oldott, de mindegy. Amit akartam mondani, hogy sikerült kifejlesztenem agyba, hogy egy olyan metódust, amivel szerintem megvalósítható, de szerintem a világ nem látott ilyen metódust, amit én így kitaláltam. Ne aggódjatok, semmi cheat nincs benne, meg semmi olyan nincsen benne, hogy most én mit tudom én így berakok olyan módokat, amik pénzt termelnek, tudod, mert vannak azok, hogy mit tudom én, ilyen szélerőmű, meg minden tyúkház, meg nem tyúkház, mert a tyúkházat el kell látni, hanem vannak azok a tipikus ilyen napenergia, napelemek, ilyen módok, amivel pénzt termelsz, és lerakd belőle 1 millió darabot, és termelj a pénzt. Nem. Nem, hanem gyakorlatilag ami a farming szimulátorban van mindenféle mód nélkül, valamint ilyen pénzszerzési mód nélkül, most a járműveket ne értsétek arra, megpróbálom megvalósítani ezt az 1 milliárd eurót, de viszont tényleg egy rettenetesen összetett folyamat fog kisülni ebből. Lehet, hogy feltűnt néhányatoknak, hogy a rea módot ki kellett vennem a játékból, sajnos megmondom a frank. Kód őszintén összeveszett nekünk, összeveszett a Rauchsteiger 180-nal. Mármint olyan szinten veszett össze, előző részben lehet, hogy észrevettétek azt, hogy a Rauchsteiger 180-as elásta magát itt a földön üresen. Na, én elkezdtem az előbb venni ezt a részt, és ugye kapásból a Rauchsteigerrel indítottam volna a részt, és instant megint ott is elásna magát. És gyorsan kipróbáltam, és rákapcsoltam egy forgószámon és 2-tengelyes porkocsit, de nem tudja elhúzni, mert valahogy olyan szinten összeveszik a remódban, hogy nem tudsz vele mit csinálni, és vagy nem használjuk azt a gépet semmire, szó szerint egy szotyit nem tudsz vele elvinni, vagy egy bálát, vagy pedig a remódot egyelőre ki kellett venni a keepernek.
Ezt meg kávót megállítani, addig kiszállok, amíg elindul. Úgyhogy a Realmúr egyelőre hanyagolva van. Hogyha valakinek van ötlete, hogy hogy lehet ezt megszüntetni, hogy összeveszem a ráva, 180-as rávával, akkor írja meg. És akkor vissza fog kerülni, meg hogyha leesettek a 180-as rába már nem lesz üzemkész nekünk, akkor esélyes, vagy esetleg meg tudjuk azt csinálni, hogy akkor azért is, akkor is be tudjuk rakni, hogy erre a módot. Figyeljetek, nem véletlenül nem rakok semmit a TS-re egyébként, vagy a TS földjére. Mert mindenképp reformálnunk kell a TS nagyon sok szempontból. Vannak bajok, gyerekek, vannak bajok igazából. Maga a TS nagyon elavult, nagyon nem jól működnek a dolgok, úgy érzem. Minden időt meg kell spórolni, és... Most mi? What the fuck? Ja, jó. Meg sem állítottam ezt a gépet. Néha miért állnak meg a gépek? Miért állnak meg a gépek, ha egyszer... az automata motorindítás nincsen. Nincsen sár. Ja, és azt lehet, hogy megcsinálom, hogy ezt összeszedetem. Középen megyünk. És összeszedetem, hogy gyorsan, hogy haladjunk. Jó, gyerekek? Ha egyszer már tudja, ez a Paul érnek tervezte meg, az a csodálatos modern, akkor haladjunk így. Jó, Rámos Tiger 180, örülünk neki, végre megvan. Mindenképpen kellene egy kultivátort fölcsapatni még a mögé. És ha megvan a kultivátor, akkor még valamit fogunk venni. Hoztam morot, gyerekek, és össze kell raknom, igen, tudom, össze kell raknom a modpakkot, mert már nagyon kértétek. Meg lesz mindenképpen. Egyébként ez mögött, a traktor mögött már mindjárt nem tűnik olyan nagynak ez a csodálatos jármű. Bár 20-szal húzza, ugye mondjuk most meg is van hajtva, de ja, várjátok, a fordulókerre rohadtul kíváncsi vagyok, ugye ezt beszéltük, hogy a T150K-nak a fordulókere tök frankó volt. De úgy látom, hogy ezzel sem lesz semmi. No problémo lesz, gyerekek. És ez még Realmode nélkül is, elmondom nektek. Oda nézz, aha, és az Rávas Tiger valahogy nem nagyon működik normálisan. De ez még Realmode nélkül is, oda nézz, hogy megfeneklik. Hát benn volt az a Realmode, szólóba elásta magát, gyerekek. Úgyhogy ez ilyen nagyon hiperérzékeny sajnos ez a Rába 180-as, ami ugye nem Rába Steiger, mivel ez már nem Steiger licensz, azt ugye mindenki vágja, hanem ez már Rába, mivel ez nem licenszelt termék. Mivel ugye a Rába Steiger 250, már beszéltük róla, hogy egy amerikai, ugye a Steiger Kowar 2-esnek a licensze. Szóval a Steiger az egy amerikai traktormárka. A Rába Steiger az meg azért lett, mert ugye egy Rába gyár által gyártott Steiger, egy licensz. De ugye a Rába 180 az már nem annak a licensze, ezért kaphatta meg a sima Rába nevet. Ja, igen, van a baj ezzel a Rába Steigerrel. Hát annyi ugye, hogy megpróbálták tök reálisra csinálni, és úgy rúg, mint a disznó. Egyébként sejtem, hogy mivel lehetne kiküszöbölni ezt a dolgot, amit itt művel, mert hogyha megfigyelitek, általában átlósan kezd el rúgni. Tehát olyan, mintha diffizár nem lenne bekapcsolva. Viszont van egy olyan advanced ilyen mód, amivel ilyen advanced vehicle, vagy nem is tudom pontosan a neve annak a módnak, amivel ugye tudsz olyat csinálni, hogy te manuálisan tudod kapcsolni, hogy legyen összkerék meghajtás, legyen diffizár, tehát ilyen nagyon bele tudsz nyúlni, például mint a Spin Tires-be a különböző lehajtásokba, ugye gyakorlatilag, hogy éppen úgy akarod, hogy összkerékkel húzzon, diffizárra húzzon, és azt meg fogom próbálni, azt be fogom rakni azt a modot, és meg fogom próbálni gameplay-en kívül, hogy úgy a Real móddal hogy fog viselkedni a 180-as kicsike. Ja, egyébként látjátok, elég közel vannak ezek a rendek, szóval mondjuk úgy, hogy ezt föl is szedheti meg. Ne ezzel húzzuk az időt. Nem ezzel fogjuk megnyugáltani a világot, meg nem ezzel fogunk akkora pénzeket keresni. Egyébként elfelejtettem már megint elindítani az órát. Gyerekek, kell lennie időjének? Kell lennie most sorskártyának? Azt hiszem, hogy nem. Ugye?
Bazze, most nagyon elfelejtettem, hogy kell a sorskártyának lenni, de egyébként lehet, hogy pont kell lennie, ugye? Sőt, igen, kell, mert az előző részben ugye nem volt. Az előtti részben volt a benzin hiányos dolog, úgyhogy sorskártya napban, úristen! Hát erre nem készültem fel, így lelkileg. Azt kell, hogy mondjam sajnos, gyerekek. Tényleg abszolút nem készültem fel. Egyébként meg kellene próbálni, hogy nem nagyon lesütök le ezzel, mert ez előbb-utóbb le fog kotkorálni ez a gép. Mennyi ma. Ez ilyen reamod nélkül úgy működik, mintha lenne reamod egyébként. Ez szerintem szándékosan úgy csinálták meg a konfigurációját ennek a modnak. Egyébként ott kiadjuk egy sort, mert ott van valami kis pici sor. Megpróbálom kicsit jobbra húzódni, hát azt is szerintem, az már sok lenne neki. Hogy is beálljunk ide a lépre? Azt a betyár, hogy megdobott minket. Jó, ja, nem, ez semmiképp nem fogja szedni azt a... Jó, most meg még elhagyom azt is, de jó. Ja, mindegy. Ja, azért hagyom el, mert megtellettük. A gyerekek elvisszük ezzel akkor már a szalmát. Mindenképpen a szalmát le kellene szállítani. Utána komoly dolgokat fogunk csinálni. Most tényleg, lehet, hogy hülye hangzik, de tényleg komoly dolgokat fogunk csinálni. De egyébként egy kicsit előre dolgozhatnék. Elindíthatnám ugye a sószórót, bár az elég gyorsan végez, utána meg ugye most már kettő traktorral fogunk. Nem tudom, hogy mennyire fogja elvinni ez a kultivátort, hogyha ennyire szenvedős őnagyságának, ennek a 180-es rábának ugye a dolog, meg nem is tudom, hogy tényleg hogy fogunk így működni. Ez 27-tel tud menni, hát nem ezzel váltjuk meg ugye a világot, egyébként ez külső nézetben jó használni, mert mara jól néz ki. Egy kicsit lassúak vagyunk, de sok tervet kell még ma megvalósítani, úgyhogy jó lenne egy kicsit belehúzni. Én azon gondolkodok, hogyha itt bemennék. Tesó. Ha itt bemennék, ott meg kimennék. Akkor az lehet, hogy nekem hasznos lenne. És akkor ott meg elmennék jobbra, ugye? Ez még ez egész jó lenne. Egyébként itt áll a víz, ez tök jól néz ki. Figyelj. Áll a víz. Ugye ezt is föl lehetne szántani, hogyha megvennénk, hogy tök frankó. Csomó dolgot lehetne csinálni, meg itt ugye ki lehetne termelni a fákat, de ugye alapba 200-ba kerül, hát ez nem valószínű, hogy én ezt fogok élni, hogy 200-ért megvegyek egy telepet, és akkor itt volt valahol, ahol nem volt olyan mély az árok, hát ezt most pont elcsesztett képer, mert itt volt. Csak ezzel a géppel itt bele fogok állni, akkor az nagyon jó lesz, ahol, de már most félek tőle. Jajjaj. Nézd meg, nincsenek összekörve a tengelyek. Ajjajjaj, várjál. Talán ki tud menni, jó. Pont rajta vagyunk a tengelyen. Ez nem kellett volna. A kirovet simán kijönne. Nem, vagy a T-150K, nagy problémája ennek a gépnek, hogy ez ilyen nagyon tehetetlenre készítette el a... Hát realisztikusra készítette el a készítő, a modell, oda nézott rúg minden disznó. Viszont ugye nekünk az most hátrány, főleg úgy, hogy a realmódot mi használjuk, hogy az összes jármű realisztikus legyen, most viszont így meg ez a gép, ez meg ilyen túl realisztikus, rá sikerült. Úgyhogy ezt valahogy össze kell hoznunk, gyerekek, hogy ez működjön az összes géppel a Reha nekünk. Ja. Oké. Okay. Elviszik a szalmát, hát legalább még lesz kentő hamster szalma. Bár az a baj, most már lehetne kellene pörgetni az időt. Meg kell nézni, hogy áll a szalma, nem? Ugye ezzel előtti részben nem nagyon foglalkoztunk vele, bár aztán olyan hatalmas nagy összegeket nem nagyon várhatunk érte szerintem. De hát akár mennyi is az, akkor is kellene vele foglalkoznunk, nem gyerekek? Hogy állt, szerintem a szalma az ilyen nagyon szar állapotban volt, pont. Csak szartunk rá. És fölfele megy a szalmánk, gyerekek, akkor ne vicceljél, akkor mindenképpen időpörgetéssel fogunk operálni. 137, amikor megáll, akkor Isten megáll, meg is állt, jó. 19 óra van. De annak viszont nem örülök. Egyébként mindig kifogom, hogy vagy esőben a legmagasabb az ár, vagy pedig akkor, amikor ugye este. Vagy este, mi? Ez egy ismerősöm szokta mondani.
a targoncás srác a izébe, a cégnél, ahol dolgozok, hogy szoktam kérdezni, hogy mi újság, vagy mi, ja nem, ő szokta kérdezni, na mi van, mondom, mi legyen, ez este vagy esne. Ez a kettő, nem tudom, hogy miért szokta mondani egyébként. Na, 130 fér, viszont az jó, mert körülbelül majdnem, hogy ilyen 120 ezeret, vagy 12 ezeret fogok ezért kapni. Ilyenkor ki tudok szállni, és akkor önti tovább. Jaj, de jól néz ki, tök jó. A gyerekek, folyik rá a szóma, more! Por belemegy a szemébe, képülnek. Ezek a bála, ez viszont az a bála, ez tök jó, hogy már megvan rohadva egy kicsit, nem? Ez ilyen nagyon adja. Rába Steiger! Nem Rába Steiger, ne legyél ilyen képőr. Na ezt mondtam, nézd oda, 12.600. Amiatt, mivel... Jó, az jó árba megy. Egész jó árba megy. Ja, egyelőre nem vagyok meggyőzve ezzel a Rába 180-nál, olyan hatalmas, nagyon jó vételt csináltunk. Sajnos egy kicsit túl lagymatagra lett elkészítve. De viszont ugye nem mondtam, hogy nem adunk el gépeket, úgyhogy ezt megtartjuk mindenképp. abba bízzunk, gyerekek, hogy a kultivátor viszi, mint a rongyot, mert ha nem, akkor nagyon rácseszünk. Ugye? Ez, akkor van baj. Még belső világítás is van, de viccelj, öcsém! Belső világítás, érted? Oké, a hátsó munkalámpa az jó, de belső világítás? Hát itt nagyon-nagyon-nagyon etikusak vagyunk. Lehet, hogy éjszaka össze kellene hamsterelnem. Gyerekek, mennyi idő múlt kb. Mindig írtátok, hogy húzzak fel valami csörgőórát, mert a sorskártyát mindig elfelejtem. Gondolom egyébként arra vagytok kíváncsi, hogy milyen hatalmas reformálási dolgot találtam ki. Hát nem tudom, hogy lelője be a poént. Mert igazából az a baj, nem az, hogy féltékeny vagyok rá, mármint az ötletemre, már hát az egy kicsit megerőlteti az ember az eszét, és akkor kitalálhat ilyet, ez tényleg nem a spanyolod viaszt találom föl, annak ellenére is, hogy szerintem még nagyon nem csinálta senki, csak ugye nagyon motivált vagyok azért, hogy csináljam meg, már mint máskülönben nem tudom elérni az 1 milliárd eurót. Úgyhogy ez egy elég nagy motiváció, és ezért kitaláltam egy olyat, ami nagyon még nem volt. És azért nem akarom elmondani, hogy akkor ne az legyen, hogy én jobban később fogom megvalósítani, mint más, mint akinek ugye például... Mert hogyha mondjuk elmondom nektek, gyerekek, hogyha lenne egy olyan 300 ezerem, akkor meg tudnám valósítani. Úgyhogy lehet, hogy sutyiba össze fogunk kapni egy 300 ezeret, mármint úgy sutyiba, hogy a Keeper nem mondja addig, hogy mit akar csinálni. Lehet találgatni, ha eltaláljátok, akkor esetleg akkor el fogom mondani. Hanem... Mi összeszedjük azt a 300 ezret, és akkor megvalósítom egy részbe, akármilyen hosszú rész, mert egyébként... nem bonyolult, azt meg kell mondanom, de egyébként tök jó volt, meg lehetne csinálni. Én úgy érzem, hogy ez működne. És akkor megcsinálnám, és akkor úgy derül neki. Azért nem nagyon akarom elmondani, mert akkor igazából bárki ki tudja próbálni, és és akkor tök jó megcsinálni, és valahogy én akarom megcsinálni legelőször ezt. Mert tényleg szerintem máshol én ezt nem láttam. Ez egy hú, gyerekek, össze kellene szednünk azt a pénzt. Viszont ma mindenképp TS reformálás lesz, mert ez nem azzal függ össze, hanem azzal, hogy rettenetesen szar a TS-ünk. Nem jó, nem tetszik. És valószínű, hogy ez a füves rész, ez egy ilyen nagyobb TS telep lesz. Tudunk itt mindenfélét csinálni, akár bunkersodó, meg minden, de nem csak az első plac lesz az. Mert az a baj, ez a felső füves rész tök jó, igen, tudom kaszálni a füvet, de hát ennyirevel akkor akárhova vethetek füvet, meg olyan tök kicsi, meg nem tetszik, érted? Most, bocs. Kövezhetek, megérte, hogy nem használom ki ezt a területet, de igazából annyi terület van már, hogy folyamatos munkát tudok rajta végezni, nem is nagyon van rá idő, mert tehát, hogy ott most azt kaszálgassam, azóta ott van például rárohadt a fű, de igazából folyamatos melóba vagyunk, és nem nincs rá idő, hogy most én azt kaszálgassam. Úgyhogy az inkább lehet, hogy egy ilyen komplex TS telep lesz. Egyébként raktam be modokat, például hoztam siló modokat, amik ilyen kicsit autentikusabbak. Nem azt mondom, hogy olyan
olcsók, tehát nem csak az, nem azért hoztam, mert azt hiszem, hogy nem is tudom, mennyi 80 ezer a gyári, de ezek is ilyen, azt hiszem, 50 ezer környékén mennek, szóval azért rá kell szánnunk majd a pénzt. Jó, gyerekek, nagyjából gyorsan összekapom, hát még azért szerintem egy hamsterbe nem fog beleférni, hogyan férne bele, úgyhogy még egy-két hamsterre való van, úgyhogy az mennyi? 12 ezer darabja, akkor az még ugye 24 ezer, akkor az 38 ezerre fel fogunk menni. Mindenképp kell venni egy nagyobb kultivátort, mert nagyon kicsi, nagyon, az ugye egy nagyon alacsony keresztmetszet. Szeretnék venni egy ifát, mivel igazatok volt, hogy nagyon hülyén csináltam az aratást ugye az előző részben. Ugye nekem ott van az a tök nagy pótkocsim, erre meg én egy ilyen kicsi, nagyon pici szar pótkocsival hordom a cuccot, amikor... Miért? Miért azon hordom a cuccot, ha egyszer van nekem nagy pótkocsim is? Egyébként most azt fogjuk csinálni, hogyha eladtuk... Úgy gyerekek, sorskártyahúzást is kellene végezni, várjatok! Ilyenkor... Most itt nem tudom, hogy mi történik. Aha. Sorskártyahúzás! Elfelejtettem, el se indítottam a programot, azért nem taboltam le. Nem update-eljük, jó. Összekeverjük. Azt hiszem, hogy sorskártya... Hát véletlenül elfelejtettem, és az előző rész, nem volt az előző részben sorskártya, úgyhogy ma van, mindenki. Hú, gyerekek, ez nagyon spontán az egész. Úristen! Tiri! Jó legyen, Léci, jó legyen! Ó, gyerekek, a következő részbe! Jaj, de ezt kihúztam, ennek nagyon örülök! A következő részbe, multiplayer lesz, srácok! A következő részben multiplayer lesz, ennek a videónak az aljába le lesz írva ugye a szerver információk. Viszont akkor a modokat mindenképpen fel kell töltenem. A modok link, vagy modpack linkje le lesz a leírásba, és ráadásul akkor az időpont is, amikor felvétel fog keletkezni. Oké, gyerekek? Azt a betyár úristenit. Hát erre nem számítottam egyébként. De nagyon örülök neki, legalább akkor dolgozni tudunk együtt, és akkor gyorsabban keressük a pénzt. Jobbosabban keressük meg azt a 300 ezeres tőkét, amivel el tudok indítani egy olyan projektet, amivel konkrétan talán magával a technikával meg tudok keresni 1 milliárd eurót. Hú, nagyon kíváncsi vagytok. Egyébként semmilyen trükk nincs benne, azok a modok, amik ebben vannak, meg igazából semmi más nem fog játszani. Szóval ne gondoljatok semmi olyan extrém dologra, hanem arra, hogy kitaláld valamit, ami valószínűleg, hogy működni fog. És tényleg nem ilyen glitch, hogy ilyen játéktechnikai dolgot... A játéktechnikai hibát akarok kihasználni, vagy hasonló, szóval ilyenre se gondoljatok. Gyerekek, ez úgy rúg, nézd oda, egyik kerék, másik kerék, semmilyen, a diffizár nincs, no, össze-vissza forognak a kerekek, és lehet, hogy emiatt van az, hogy elrúg, úgyhogy mindenképp ki fogom próbálni anélkül, vagy nem anélkül, hanem bekapcsolom a real módot, és fogok berakni egy olyan módot, oké, gyerekek, mehetünk a francba, adhatjuk el. Egyébként most itt lenne jó átmenni, nem? Figyeljetek, itt vagyok már a TS telepnél, úgyhogy mindig arra érdemes menni, amerre kihasználjuk ezt a legrövidebb útvonalat. Hát egybe lehet, hogy még bele se fér. Jó, oké, semmi gond, gyerekek. Akkor következő részben lehet, hogy meg kellene csinálnunk a földet full aratásig a srácokkal, azon gondolkodok, és akkor ebben a részben eladjuk ezt. Mondjuk lehet, hogy lekultiválom, hogy ne kelljen annyit várni, de a gyerekek ezzel navigálni, ezzel nagy dögge, honnan az öcsém? Szentire húzok el a beton épület mellett. Hú, ez viszont ez a TS telep nagyon jó lenne, mert ebben azért tök jól el tudod rendezni a gépeidet, ugye vannak különböző tárolóhelyek, tudsz itt minden, van hatalmas hangárak, vagyis shelterek, ugye itt tudnál állatot tartani, a bálát azt hiszem, hogy lehet, igen, itt lehet például, hogy ez víz. Itt vizet lehet venni. Ott.
Ott tizét lehet venni, meszet. Nem is tudom, mit lehet, de már utolsóba. Na gyerekek, még egy aragot eladunk, és akkor nem, tényleg azon gondolkozok, hogy viszont tényleg szeretném megreformálni a TSM. Nekem nagyon nem tetszik, kezdünk nem elférni benne, nagyon idegesítő az egész, hogy ilyen kicsi, rossz, úgyhogy... jaj, gyerekek. Steinerre valamit kell csinálni, vagy pedig nem tudom, hogyha valaki tudja esetleg csak tapadási együtthatókat, hol tudom állítani a konfigurációba, a modnál, akkor valamit valaki írja, hogy, hogy normálisan működjön real moddal. Tudom, hogy most tök jó reális, meg minden, csak ugye a többi mod így meg nem reális. Mert ez meg reális, érted? Eladni nem szeretném, nem tényleg, ne az legyen, mint... Tök megfogadtam azt a tanácsot, hogy ne az legyen, hogy ugye cserégetjük a modokat minden részbe. Látjátok, az volt, hogy konkrétan nem mennek a modok el. Majd nem mennek a gépek el, nem eszközt se adok el, hanem megtartunk mindent, inkább fejlesztünk, inkább gyűjtögetünk, ahogy mondtátok, mert mindig azt mondtátok, hogy inkább gyűjtsék ki, ne az legyen, hogy minden egyes részben mindig eladsz valamit, és akkor veszel egy másikat, mert annak nincs értelme, mert csak boxfight, és tényleg azt próbálom azért így megtartani ezt a jó szokásomat. És igazatok volt ebbe, tök igazatok volt, mert azért hosszú távon nem a legkifizetődőbb, hogy folyamatosan... egyébként itt lehet venni állatot, gésznyót, meg mindenféle állatot. Na, hát... Most hülye vagyok, vagy a tükörgörbe? Mi, még nincsen benne? Érdekes, ott van keretezve, látod, és akkor itt lehet leönteni. Érdekes, nem jó érzékelni a dolgokat. Amúgy itt hátul ki lehet menni, figyeld, itt van egy, van egy kapu. Hoppá, 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 keeper, oda nézzé. Hát nem vagy, nem vagy százas. Itt hátul ki tudsz menni, el tudsz menni itt végig. És ki, a, ki az útra? Hoppá! Hát ezt nem láttam, hogy itt van én. Morén. Na, menjünk ma. Várj, még nem te ürített le. Mi jó, nem veszed meg az összeset, vagy mi jó? Ennyire, olyan kicsi helyen tudom csak üríteni. Na, nézzük meg ezt az utat már, csak azért, hogy akkor föltérképezzük, jó? Mi az -e? A sineken elakad ez a gép. Megőrülünk, akkor jaj, erre akadjál. Te, e fog akarni. Nem, 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 ne. Ne, komolyan mondom, ez... Nem vagyok kibékülve ez a 180-as rábával, de nagyon nem. Na, mint ugye magával a moddal nem. Á, ne, ne csináld, Rozi, baze. Komolyan mondom. Érted? Nem forog az összes kerék. Nincs difizáró. Ne, ne szórakozzál, More, komolyan. Meg tudok fordulni? Ne. Á, komolyan, mindjárt kirovetsz ezek. Vagy azért T-150 kázak. Vettem volna egy kirovetsz tesz helyet, komolyan. Most... Figyelj, az a baj, nem lesz jó a mód, pedig olyan gyönyörű ez a mód. De nézd meg! Nem hajtanak a kerekek, menjünk már! Nem hajtanak a kerekek. Miért kellett ennyire hiper érzékenyre csinálni ezt a módot? Jó, oké. Mondhatjátok, nem kell volna rámenni a sinekre, abban lehet, hogy van valami igazság, de... Jó, hát az itt rohadunk meg, hallod. Nem, komolyan mondom, kezdek megvadulni tőle. És most mit csináljak? Most menjek el a izéért, a T-150K-ért azért, hogy mert ez tehetetlenkedik. Próbálom itt. Az a részfár fügyülő és rézadgyalát, azt, na, lengessük be egy kicsit. És nem fog kijönni, oda nézzétesek. Szállítom az MTZ kiúzni. Most halál komolyan, mindjárt eljövök az MTZ-be. MTZ-be lesz, állítom kiúzni az MTZ-t. Meg kéne próbálni még egy kicsit ecsalafüttázni arra. Hát te fiú, komolyan mondom, ez... Ez a szenvedjé. Na, így gondol... Na, mondom, hogy trükközök egyet leakasztok, és akkor oda kapja talán.
Rúg mind ideje, disznó a tükörjége, baseball vág. Na fügy ezen a gyöppön. Hát, hogy az MTZ-je húzná ezt a kordét innen, akkor abban biztos vagyok, gyerekek, de halál komolyabb oldal. Na jó van. És még bát ide, vagy mi? Ugye rátolatok megint. Komolyan kezdem elveszíteni a türelmem ezzel. Ízét küzdöttem érte, érted? 4 órán keresztül azért rábáért, azt ilyen kotla mód ez. És meg ma nem ízért, nem tud annyira kifordulni, na. Na mi van, megindulunk még ma, vagy reggelig itt leszünk, komolyan mondom. Há? De itt is, ám nézd oda, oda néz, hogy rúg, hallod? Rúg az aszfalton, nem hiszem el. Miért kell nekem ott, aki ennek lennie? Hát nem hiszem el, komolyan most, nem. Miért kellett? Miért van? Egy olyan gyönyörű ez a mód is erre, meg látjátok, ez az, amikor nem használtuk a gépeket rendesen. Eddig nem volt használva. Ugye eddig azt csináltuk, hogy tesztelgettük, meg elszórakoztunk bele, de valami nem stimmel ezzel, vagy mi van már? És megpróbáltam egyébként gameplayen kívül single kerekekkel, nem széles gumikkal, és azzal is ugyanígy viselkedik, gyerekek. Azzal is ugyanígy viselkedik. Borzalmas, miért? Hogy ilyenen elhasol ez a mód. Oké, tudom, nagy az a dolog, de hát... Nem iszi, aszfalton kéne rugnunk, érted? Egy helybe. Egy 180 lóerős ekkora gépnek. Olyan gyönyörű ez a mód, olyan tök jó lenne, jól működne. 180 lovas. A T150K csak valami 160. Erre meg itt izé, szütyörgünk ezzel. T150K már kihúzta volna a világból. És emiatt itt izé szenved az ember. Hát annyira nagyon pánom, komolyan. Na mindegy, nem jó, nem zsörtölődök ezen. De emiatt, tényleg emiatt szenved az ember. És emiatt kellett kikapcsolnom realmódot, mert különben meg elásta magát egy helybe a gyerekek. Így nem indult el. Nem indult el, lement a föld alá, jó van, mondom, kerekek tökig lementek, aztán Isten áldjon. Na mondom, köszi, akkor így most tökkel előbbre vagyok. Na gyerekek. Nincs hozzáférésed ehhez a területhez. Jó, csapjuk neki. Ja, nem vágom. Meg, ja, hát úgy volt, ugye akkor még be volt kapcsolva a remote, elindultam és 100% slip. Mint hogyha ilyen izéken, mint ha nem is tudom, ilyen szekérkerekeken akartál volna elindulni. És egyből így bástam magát, na, hoppá, mondom. De akkor ez nem jó. Azt mondom, így nem tudok fölvenni gameplayt, azért megállítottam, pedig amúgy nem szoktam volna, csak ugye, ha már ilyen szinten összevesznek a modok, akkor annak semmi értelme nincs erőltetni, mert kipróbáltam tényleg, forgozsámmal és tukocsit utána kötöttem rá a modra, nem indult el. De hát, egy abszolút, ma tényleg nagy bajok lesznek. Pedig milyen jó, milyen szép meg minden, jaj, biztos, hogy egyébként arra törekedett ugye a készítő, hogy ez legyen reális, Realmode nélkül is. Csak ugye a Realmode az meg még rátesz egy lapáttal. Jó, nem, tényleg nem, elengedem, nem zsörtölődök, úgyis mindenképp a következő rész az meg multi lesz. Jaj, de jó, segítetek nekem, gyerekek, jöttök, oké? Okay? Kultizunk, csinálunk mindent, mind az őrüttek. Modpak lenne a leírásba, időpont, felvétel időpont lenne a leírásba, jó? És kacok. Akkor ez így legyen, így lesz. Na, de jó! Örülök ám ennek. Örülök, hogy jön a segítség. És valószínűleg nagyobb szerver lesz, tehát ilyen... Hát a minimum a 2 slot, de maximum szerintem egy ilyen 4-5 is előfordulhat. Mert bőven lesz munka, jó lesz, akkor meg tudjuk csinálni ezt a főügyet, jó? Itt a kombány meg mit kin pehenget. Ez jó lenne egyébként, beleférne, bár lehet, hogy nem fog. Ezt nézem, hogy lehet, hogy bele se fér.
lehúzzuk még ugye kettő, meg egy marad, nem, ez szerintem bele fog férni, jó, nincs semmi gond. Igen, kitalálta a Keeper, össze kell szednünk egy 300 000-et, amit ugye ezen a földön fogunk megtermelni. Elmondom nektek, hogy valószínű, hogy megpróbálunk egy szóját. Annyira mondjátok a szóját, hogy nagy tételben tök jó, meg minden, meg könnyű vele bánni, úgyhogy valószínű egy szóját. De ebben a részben, hogyha eladtuk egy mindent, akkor mindenképp veszünk valamit, meg fogjátok látni, hogy mit. Hoztam morot, és reformáljuk a TSC-t. Reformáljuk a TSC-t, valószínűleg terület alakítási projekt is lesz, hogy ne abban a sárba legyünk, mert sok mindenre gondoltam, hogy mit kellene csinálni. Ez a né. Nem jó. Meg tényleg nem is ezt a gépet bánnám, hanem a Realmodot, mert a többi gép az meg azzal tökéletesen működik. Azért ennek van egy ilyen integrált Realmod, úgy látszik. Ennek az egy gépnek. Csak az a baj, hogy valószínűleg, hogy akkor másik rába stergerek is, ami ez a modellt csinált, mert valószínű, hogy ez a modellt csinálta, mert rettenetesen gyönyörűen ki van dolgozva, mert ennél kidolgozottabb gép nincs a izékben, a gyári nem modolt járművek között sem. Ez tényleg brutális, csodálatos, hihetetlen szép. Nem tudom, ez egy kíváncsi lennék egy külföldi, hogy áll ehhez a modhoz, hogyha ezt meglátja meg ezt a traktort, hogy ez Jézus mi ez? Gondolom így gondolkodik, hogy Jézus mi ez? És hogy mit szól hozzá, hogy mennyire jó ez a traktor, vagy mennyire nem. Na, izében kombájnódébb állunk kicsit. Ja, azért nem álltam be a telepre, mert ott a telepen nagy változások lősznek. Ezek a Don Combine-ok viszont ezek pozitív csalódás volt. Tyú, de egyébként nézd már, milyen jól néz ki. Milyen szép ez amúgy, úristen, mész felé, ilyen tekintét parancsoló, nem? Legalábbis én úgy gondolom, úgy érzem. Mi a gyerekek, figyeld, pod nem fog beleférni? De, mert egy soros, ugye? Hát kb. Belefér. Csak odané. Szállítom, ez azért kapar el, mert egyik kerék forog, másik kerék forog, nézd oda. Szenvedős. Na most megindul. Megindul, lendületbe jön, akkor már úgy jó viselkedik. De csak az a baj, hogy ugye 101 ezeret adtunk érte, 101 ezer eurót, borzalmasan sokat, hát az... Ez nagyon sok. Azért vehetünk volna értett 3 darab T-150K-t, ami jobban teljesít, és ez a baj, ez zavar. Viszont ez a motor is, ez a 6-hengeres rába motor. De gyönyörű, nagyon jó, olyan jó, hogy minden apró alkatrésze ki van dolgozva, nagyon tetszik. Na, pont. Nem mondod, hogy pont megtellettünk, nem mondod. Láttad ezt? Hallod? Pont 100%-ra verte. Jó, és akkor, ugye ezt még eladjuk 12-re, akkor én nagyon elszámoltam magam, gyerekek, mi? Nagyon elszámoltam magam. Úgyhogy fölmegyünk egy 40 000-re, jó, viszont azért kell költenünk egy jó kis sok lóvét, meg reformáljuk a TSC-t, mert borzalom. Egyébként az, hogy nem lehet elférni, ugye ott van a sok pótkocsi, meg ott van egy csomó minden, egyébként valószínűleg a izét viszont lehet, hogy el fogom adni a tyúk farmomat, mivel teljesen másba gondolkodok, az nem nagyon jött be, ugye 25 euró egy doboz tojás, és van ott 10 doboz, az 250 euró, azért, hogy itten etetem a búzával őket, valahogy nekem ez nem fekszik, meg igazából kellene a hely másra. Itt viszont olyan szépen sikerül elmennem, hogy ez őrület. Legalább ez így összejön. De milyen jól néz ki, ez kivilágított izé? Csarnok. Ez viszont marha jól nézett ki. Itt ebbe is mindig el akar akadni ebbe a vízbe.
Hogy porzik te, jó édes Isten! Milyen jól néz ki a lámpafénybe a por. Ha jó egyébként. Komolyan mondom, nagyon gyönyörű a mód. Le a kalappal, csak ez egy kicsit ugye túl realisztikus akar lenni a keréknek a csószása. Az egy kicsit furcsa. Tényleg egy, mint hogy egy beépített Real moddal rendelkezne, ugye? Egy ilyen túl hiperérzékeny beépített Real moddal. De biztos vagyok benne, hogy más is beleütközött ebbe a problémába. Hogy ugye Real moddal akart ezt használni, aztán instantásta el magát. Jó, azt aladjuk, aztán meg fogjátok látni, hogy... De nem mondom el semmiképp a rába 180, kell rá megoldást találnunk, ahelyett, hogy én feladjam. Nem az a fajta vagyok. Nem az fal sem a képernek a feladás. Csoki! Minó Csoki! Fizi Józsi, akkor is tudom! Lavala. Na, hülye. Azt majd pörgetek az időben, ám reggelig, mert én nem fogok itt vakoskodni, főleg nem, amikor terepet rendezünk. Ne vadíts el! Na, ott egy kicsit terepet rendezünk, egyébként gondolkoztam, hogy elöröm azt az utánfutót, bár az nagyon feeling, nem? Az így megvan nekünk, hogy az úgy megvan a feelingje. És egyébként a hátsó részt azt majd valamire fel fogom használni, viszont nagyobb hely kell a TS-nek, mert ugye nem a legideálisabb nekem ott, hogy az úgy van. Na, I betű. Oké, ezt megvárjuk. Ezt egyébként leállítom, akkor ott még billent, ugye? Igen, billent. Bár nem tudom, hogy mi nyomja a hidraulika hangereket, a munkahangereket, de jó van. Jó, futás! Jó, ezt itt is hagyom egy picit. És lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy a földművel is meghagyjuk akkor a következő multiplayerre, ugye? A mostani multiplayerre. Azt tök jó, örülök neki. Na, akkor srácok. Időpörgetés, nagyon gyorsan reggelig. És ugye nem kell vinkódnom azzal, hogy mi drága, mi nem drága. Viszont tök jó néz ki egyébként ez a... Nyármű üzemeltetési költség, ilyen 18 meg 90 eurót van le, úgyhogy nem egy nagy kunst. Viszont a tyúkok annyit tojnak majd, azt el kell vannom azt a tojást, állanom az ollat. El fogom adni a tyúkokat, meg minden, rendbe kell csinálnom azt a gazdaságot. Az egy ilyen nagy, hatalmas reformot fog most ez megkövetelni, mert ez, ami itt van gyerekek, az egy borzalom. Ez nekem nagyon nem tetszik. Ez egy borzalom, srácok, borzalom. Nem? Ez szörnyű. Figyelj, tojásokat azt csinálom, hogy kihaingálom innen. Ezt eladjuk a francba. Ezt figyelj, 25 euró darabja gyerekek ennek a doboznak. Nem ebből fogunk meggazdagodni. Úgyhogy ezt nem azért adom el, hogy most én nekem bármire kell a hatalmas nagy összeg, hanem azért adom el, mert ez egy semmi, érted ezt. A legszívesebben törölném a francba. Ezt tudod mennyi? Hány darab? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ez 250 euró, gyerekek. 250 euró, ne viccelj, hallod. Itt meg úgy adjuk el a tikokat, mint a szart. Hát kereskedő, ugye? Mindet. Nem onnan veszünk, hanem innen viszünk valahogy, és 25-ért lehet csak eladni. Nem baj, el kell adnom, nem kell a tik. Oké, jó van, ugyanis, 500 eurót kaptunk, jaj, de jó, na jó. Figyelj már, gyorsan most meg tojtak egy tojást, hallod, de ijedtük be, bazze. Eladom őket, 10-250 euróval, ezért vártunk, hogy 8 részen keresztül itt tojtak ezek a tikok. Garázs, az megy a levesbe, hallod, a tikol. Hol vagy, tikol, hol vagy? Jó, a tikol megy a levesbe. Ami még megy a levesbe, az nem más. Nem tudom, ennek a budinak van-e. Jó, oké, tudom, autentikus. Kerét és... azt eladom, mert ugye terjeszkedünk hátrafele. Meg itt le kéne alapozni a dolgokat, és igazából akkor úgy arra gondoltam, hogy itt lakunk, és hátul meg lesz a TS telep, érted? Úgyhogy ez valahogy így fog lenni. Meg kell csinálni talajt. Egyébként arra is gondoltam, hogy lebetonozom. Nem tudom, biztos pénzbe kerül, ugye már mondtátok, ezelőtt is mondta le a pénzt. Szóval, annyira nem mondhatom, hogy sites ez a dolog.
Valahol ide hátra. Figyeljetek, itt van valami, ugye? Itt a ganajam. Meg itt van egy kis árpám. Búzám? Búzó. Ilyen jó megvan csinálva a textúrája. Egyébként még öreganyám szokta mondani, nézzetek meg egy búzaszemet. Nem ezen az egyenes oldalán, hanem a másik oldalán, lenne az alján, minden egyinek, ott van Jézusnak az arca. Ezt szoktam mondani, és néha meg szoktam nézni, és tényleg. Nem hiszitek el? Nézzetek meg egy búzaszemet. Tök durva. Jó, oké. Okay. Ez egy ilyen feature, egy ilyen plusz feature. Akkor azt mondja, hogy nem tudom, hogy ha rajta vannak a gépek, akkor tudom-e egyébként ezt módosítani, ezt a talajt. Tereprendezés megkezdés nagyon jó. Tudom módosítani, szerintem teljesen hidegen hagyja ő. És akkor nézzük meg az F1-et, hogy volt. Mélyítés, dombolzat, egy lapítás, mozgatás, hol a festék, motorsugár megváltoztatni, csak nem ez kell nekem, hanem... Mivel lépünk át? C. Nem az. X, ugye? És akkor föstés. És akkor talajtípus választása. Hát figyeljetek, azt kellene csinálni. Hol az ecset méret? Hatós sugár megváltoztatás? Jó. És akkor azt kéne csinálni. Figyeljetek, tök jó, még a fény még rávető a falutkocsira is. Meg kéne nézni ezeket, hogy melyik. Hát ez a sima talaj. Ugye ez ilyen beton. Amúgy teljesen élném ezt a betont, megmondom őszintén, azt akkor ez jó úgy nekem, nem? Ecset méret, ez a nagy, ez a nagy. De viszont, várja. Hát figyelj, lehet, hogy ez megy ám a levesbe. Jó van, figyelj. Kövezzetek meg, de ezek, amik itt maradtak, ezek mennek a levesbe. Tényleg egy nagyobb placot akarok létrehozni. Várja. Oké, okay, ez kell nekem. És akkor valahogy egy ekkora részen, ott még bement a izé alá is. Ekkora részen csináljuk meg a TS telepet. Kell nekem egy normális TS telep, ahol tudom rendesen pakolni a dolgaimat. Ezt meg hogy itt be tudom ide húzni alá, eddig nem lehetett, hogy igen? Be tudom forgatni. Hát, oké, okay, ez működik is ez a forgatás. Oda nézzé, tesó. Eddig ez nem engedte, hogy igen? Ja, húzzuk teljesen akkor. Nem tudom, visszavonás van-e, lehet, hogy nincs, úgyhogy nagyon nem kell elcsaszni. Ja, azért nem engedte ezelőtt, mert ugye a kicsi ecsette dolgoztam, és ez nem engedte odáig ki. Csináljuk meg a széleit, srácok. Viszont itt már nem engedik ijjebb, jó, nem is baj. Teljesen jó vagyunk, gyerekek, minden oké. Okay. Azt majd megcsinálom. A gömbölyűvel. Ja, ez ilyen betonszerű. Mennyit visz le? Elég sokat. Jó, nem baj, nem baj. Figyeljetek, pénzbe kerül, ez jó is, hogy pénzbe kerül, mert nem azt mondjátok, hogy itt keeper itt szétcsiteli az agyát, és akkor úgy betonoz. Tök tetszik. Tök tetszik, hogy beton végre, nem? Ugye, majd a széleit elhúzom azt, akkor jó lesz. Ez is tök jó, így. Lebetonozza a keeper, ne viccelje. És így. Hát, nem olcsó dolog, de hát ez van. Jaj, de jó, legalább ott a checkmate kipusztul alatta, nem? Ja, hát figyeljetek, semmi értelme nem volt ennek, rettenetes volt ez a TS telep, így azok meg tűnjenek el, nem számít. És akkor valószínű, majd mindjárt megcsinálom ám azt, hogy itt lesz kerítés. Na, hátrafele valamit majd kitalálunk, hogy mit lehetne ott létrehozni. Csak az a lényeg, hogy a gépeknek az abszolút nem volt hely is. Én engem annyira irritált, hogy például nem tudom a gépeimet elhelyezni. Ez nekem nagyon zavaró volt. Össze-vissza van minden, nem tudod elhelyezni, így végig tudod rakni a kerítést, mert szépen a gépeket, az eszközöket, a pótkocsiknak legyen külön helye. Úgyhogy ez így frankó lesz, nem?
hogy rendezett, figyelj, most már van annyi pénzünk, meg már fejlődik a TS telep, le lehet betonozni a TS-nek az udvarát, nem? Hát miért ne lehetne? Figyeljetek, itt már nem kell ütetni kukoricát, mi? És itt mindjárt, Keeper kitalált még egy-két dolgot. Annyi, hogy itt a szélét, ezt meg kéne csinálni, mert csúnya. Hát kell váltani a másik eszközre, az hol van? Mivel kell? Tereprendezés mód változtatása, látod, mert így akkor meg tudod csinálni, hogy eddig ki van betonozva. Látod? Akkor ki tudod húzni egy okosba. Át tudod verni a gépet. Úgyné, úgyné. Jó, viszont akkor ez marad. A kocsi az marad, jó? Ne azt mondjátok, hogy azt is eltünteti a képer, az akkor ne legyen az, hogy eltűnik. Oké, jó. És akkor várjál, mindenki kell lerakható cuccok. Fú, bazz, mennyibe kerül a izé? Silót, raktam be silókat. Aha, itt van egy gabonasiló. 30 ezer literes. Ez nem túl nagy, egyébként de csak 17 ezerbe kerül. Raktam be még azt hiszem módot, ó, van itt a... Ez mi ez? Ez 60 ezer literes, csak ennyibe kerül, hát ez nem valami nagy, nem? Ez meg olyan, ez azért nem rakom be, hát ez meg tök izé. Viszont ez tök jó, ez 17 ezer, 30 ezer literes, nem? Ez tök frankó. Ez nekem így bejön, ez bejön, mekkora ez? Lenne silónk, 17 ezer, de mondjuk 30 ezer literes, az, nem, az elég kicsi, nem? Mondjuk az, ez a földhöz, ez bőven jó. Ugye? Ehhez a földhöz, ez bőven jó lenne. Csak akkor valahogy úgy kellene helyeznem, ami egy tök jó helyre. Figyeljétek, akkor mondjuk, ugye át kell menni rajt, de valahogy ki kéne ezt találni, hogy át kell menni rajt, de ez lehetne úgy is, hogy így. De nem, mert tölteni is kell. Mondjuk nem kellene olyan mélyen, mert ugye ez tök jó lenne, hogyha bejárat környéken lenne. Úgyhogy ez valahol ide kellene. 17 ezerbe került, jó, megvettük, nézzük. Ja, ez jó, mert itt a bejáratnál ugye ne kelljen olyan mélyre elmenni arra. És akkor ide nem is nagyon kellene pakolni, hanem a másik oldalra kellene végig pakolni a dolgokat. Hát bocs, srácok, hogy most ez itt ilyen tökölős dolog, de kitől szeretné egy kicsit rendbe tenni a dolgokat. És a pótkocsikat is szeretném, hogy normálisan legyen, meg akkor hű, kellene vennünk egy ifát is, gyerekek, álljál meg! Ugye beszéltük az ifát, az mindenképpen kell a keepernek. Mert akkor megszabadulnánk attól a pótkocsitől. Nézzük meg, volt itt egy ilyen ifánk. Ez miket tud vinni? Mizéket, raklapos cuccot, meg bálát? Jól értelmezi a keeper? Ez 22 ezerbe kerül. Mennyi pénzünk van? 23 ezerünk. Oké. Viszont van az ifa pakkunk, ugye? A teherautóknál. Amelyiken szintén volt hosszú platós csoda dolog, ami tetszett. Mondd valami tök jó. De KCR-es hosszú platós. Ez egyébként jobban tetszik ezekkel a kerekekkel. Ez ilyen KCR-es cucc, hát nem tudom, hogy ez hogy működik a KCR-re, nem tudom, hogy le lehet-e egyáltalán nyitni ezt. Azt írja ugye, hogy a jármű farunkokat szállít a bajsza, valaszállító szállítja a balákat. Hát ebből sok mindent megtudtam meg én. Viszont van ugye egy másik, ez. Zöld, ennyi van. KCR 3000 zöld. És itt erre is volt valami hosszú platos, ez. Hát ez is ugye... Ugyanaz. Nagyon tipik egyébként, nagyon jól néz ki. Viszont... Nekem az a faplatós, az jobban bejött a KCR. De minek nekem KCR? Lehet, hogy nem kell az a KCR-es. Legalább lenne olcsóbb, nem? Nem KCR-es.
Hát, hogyha a KCR ez működik, nem tudom. Na, mindegy, vegyük meg a KCR-eset, ha ugyanannyiba kerül. Tudom, hogy 12 azért egy kicsit olyan olcsónak tűnik, de ha belegondolsz, akkor ugye azért... ezt másra nem tudom használni, mint erre esetleg. Jó, vettünk egy ifát, megnézzük, hogy milyen srácok. Meg is vagyunk az ifával. Na, hát ez hogy működik a KCR-ra? Ó, gyerekek. Ha. És ez mire jó a KCR? Tudok ezzel bármit is fölvenni? Nem tudom, várjatok, megpróbáljuk ezt a hordót. Van itt egy hordó, hogy ez... Ez tök jó, egyébként. Ó, ki is tudom nyújtani. Azért, ez komoly. Ez komoly cucc, gyerekek, úgy látom. Csak ezt irányítani azért nem az egyszerűségéről híres. Kíváncsi leszek, hogy ez hogy függ működni. Figyeljetek, ezért feszítővek bekapcsolása, X platót nem lehet nyitni. De, le lehet nyitni a platót, tök jó, oké. Az jó, mert ugye fel tudsz pakolni vele. Na, nézzük meg, hogy ez esetleg nem működik ilyen. Nem tudom én. Feszítőövek, semmi nem változott? Ó, még a kampót is lehet, ó, de néz külön. Mert ezt visszavarázsolni, majd egy élmény lesz. Motor beindítása, mondom, hát, hogyha működik ezzel, de úgy látom, hogy nem nagyon akar. X feszítővek, kameraválasztás, térkép. Szólt semmi, de jó. És akkor ez mire jó? L. Azt hittem, hogy azon van egy feszítő esetleg, mert szokott olyan történni, ugye? Nem, gyerekek, semmi. Volt olyan ugye, amivel gyakorlatilag mintha oda közözted volna. Mert ez a KCR-es dolog, ez úgy látom, hogy ez veszett fejsze nekem. És ezt még állítsam vissza, te Máriám. Köszönöm szépen. Jaj, itt is annyi. Vissza kellett volna ugrattatnom a boltba, lehet jobban jártam volna. Ja, hát ez a KCR, ez nem tudom, hogy mire jó, meg mit tudok egyáltalán, mert igazából úgy látom, hogy a tárgyakon így átmegy. Szóval nem tudom. Na nézzük. Beltér, jó kis izé, hatkormány. Ó, hangja jó. Tök jó működik. Jobban működik, mint az előző. Az előző egy kicsit, mint a lagoltató, hanem ez tök frankó egyébként. Jó, le lehet nyitni az oldalát, srácok, minden szuper. Nem autólodos. Ja, lódos. 70 nem megy egyébként, lehet vele hajtani. Ugye ez a szemet nem nagyon nem fogunk szállítani. Hanem ennek tényleg az lesz a haszna, hogy ez lesz a műhelykocsink, hogyha ugye vetünk például. Hát ez teljesen jó, gyerekek. Ez egy igazi ifa. 70-nel hasít. Egyébként milyen durva a 60-es sebesség ha már ebben a játékban. Nagyon furcsa. Azt a betyár, gyerekek. Nagyon jó. Hát ugye azt kell csinálni, hogy ezt át kell majd pakolni, de most nem ezzel akarok foglalkozni. Bár... De jó, van siló. Mondjuk ezt előbb is lehetett volna ezt, annyi esze a keepernek, hogy megveszi. Egyébként van hátsó csatolóm? Aha, van. Ezt akartam mondom, akkor fölveszem, aztán elhúzom valahova, félre ezt. Gyerekek, ez az ifázás, ez teljesen magával ragad. Ide mondjuk nagy traktorra nem kell bejönni. Sőt, ezzel lehet, hogy ezt inkább ki kéne tolni, nem, mert csak baj csinálok. Azt a horror karavánt ide behúzom. A baj lesz abból. Na, milyen jól kitolattom. Na gyerekek! Figyeljetek, mindenképpen össze kell pakolni, mert itt izég van rémálom kategória. És akkor utána látjuk, hogy meddig kellene még húzni bármit is, vagy építkezni. Jó. Tehát ennek annyit kell csinálni, hogy ugye át kell pakolni. Meg tudom változtatni a billentési oldalt? Ez baromra... Ja. Bazza, így? Ez így működő? De ez nagyon komoly. És le is le... Azt nézem, hogy... Hú, bazza, nem azt működtettem, jó?
Jó, ez tök jó. Föl lehet hajtani, le lehet hajtani, minden, amit szeretnél. Nagyon tök jó. Jó, oké, jól működik, szuper, egyelőre megállítjuk, akkor ennyi, annyi, hogy majd annyit kell csinálni, várjál. Valami a bajunk át, mert beakadtunk oda. Át kell pakolnunk rá a cuccot, és akkor felszabadul egy pótkocsink. Hol az MTZ? Az MTZ-be szeretnék rendet rakni, az egy elég jó kis fürgegép. Először a benti dolgokat elpakoljuk. Egy sterivó is beugorhatna már, ugye? Azzal se lennénk hátrább. Bocs gyerekek, ez összepakolunk, meg ezért, meg lehet, hogy még, hát nagyon nem benni, nem kell sok minden. A másik oldalra legyenek végig az eszközök, jó? De valami értelmesen, mondjuk ízés sorrendbe, megmunkálás sorrendjébe, oké? Az azt jelenti, hogy ugye legelőször eke. Legelőször eke. Hát rendet kell rakni, gyerekek. És akkor ezen az oldalon, a hosszú oldalon, azon végig megmunkáló eszközök, másik oldalon mondjuk pótkocsik meg gépek, érted? És akkor lesz egy kis rend. Akkor szóval, eke. Jöhet a kultivátor, ugye? Egyébként egy nagy kultit még kell vennünk, remélem, hogy arra marad pénz, ha nagyon nem, akkor az se baj egyébként. Meg kell, hogy mondjam, azért még most főleg, hogy multiba leszünk, mindenki tudja csinálni a dolgát. Úgy jó lesz. Egyik kultivátor, és akkor itt szépen mindennek lesz helye, mert az a baj, hogy túl zsúfolt volt, és amiatt ugye nem tudtad rendesen elrendezni a dolgokat. És akkor arra gondoltam, hogy a pótkocsik, azokat meg úgy kellene csinálni, hogy kellene egy ilyen forduló, ami ne húzod a pótkocsit, és akkor visszafordítasz. Hát, hogy tudod, mire gondolok, lehet, hogy nem, de mindjárt meglátod. Ide lehetne arra füves részre. Egyébként ez figyelj, ti ezt telepnek, ezt tök jól meg lehetne csinálni. Így gondoltam, hogy így, az így rakni a pótokat. Egyik pót megvan, még van három, meg ugye ez is. Jó. Jöhet a kultivátor, még egy. Megnézzük, mennyibe kerül be az a kultivátor, mert lehet, hogy elcsúszta a képe annyiba, hogy nem hagyott rá pénzt, de aztán, hogyha nagyon nem, akkor tárcsás boronáknál volt. Itt van az a ruszki, ugye? Nem, meg is van rá a pénzünk, tök jó. Itt írja, hogy a T-150-re a T-150K-ra, K-100-es, K-100 egyre tök jó ez a gép. Ezt pirosra föstöttük, a másik is akkor legyen piros. Jó. Igen, megvásároltuk. Ezt is, ezért is el kell ugrani akkor majd. Na, skacok, ez itt tök jó lesz. Ezt már most élvezem. Egyébként ez pótkocsi csatolóval hoztam ki, ez meg ugye három pontossal, vagyis jobban maga két pontossal van. Ez egy érdekes lesz. Ez semmi baj. Egyébként tudnék ám hátsó bejáratot csinálni, ugye, hogyha megemelném mondjuk a talajszintet. A kerítés fölé is, már is. Át tudna rajta jönni, ugye egy gép. Úgyhogy lehetne hátsó bejáratot készíteni ennek a telepnek, és mindenféle probléma nélkül. Oké. Okay. El is ugrok akkor ezért. Ja, itt hátul lehet, hogy csinálunk egy bejáratot. Na! Egy igazi professzionális TS telep kialakításába vesztek most részt. Itt vannak a tojások, gyerekek. Ezt is kérem indítani. Jézus kis... Mindjárt összedem hamsterre, bazza. Tojásokat hallod? Na, ez igen egy profi TS telepet ki kell alakítanom sajnos. Írtátok egyébként, hogy a Fiatal Gri, ugye? Ugye? Hogy régebben nézegettem a Fiatal Grit, és jó erre ránéznem, mert nem olyan rossz az, mint amennyire látszik. Viszont tényleg nagyon bánom a Rábát, hogy a Rába 180 nem működik jól. Hát figyeljetek, hogyha nagyon nem találunk rá a megoldást, hogy jól működjön, akkor mindenképpen el fogjuk adni. Mert sajnos azt nem fogom tudni megcsinálni, hogy most legyen egy gépdisznek, főleg ebben a legelső részekben még mennyi idő van, gyerekek? Úristen, lassan idő lesz. Hát ezt mindenképpen meg kellene csinálnom, ezt beszeretném fejezni, hogy legyen rend. Jó, de jó, itt a
hordó, meg tudom tankolni az MTZ-t. Na, szükség van. Csak mindig van abban a hordóban. Egyébként játszottam most ugye a SnowRunner-re, de valahogy ezek a modellek, ezek sokkal jobban tetszenek, mint a SnowRunner-be. A nagyon kapottos textúrája volt az MTZ-nek, vagy pedig csak én láttam annak, nem tudom. Gyerek, menjél már! Na, nem merőzöm meg, mert pont be fog elém vágni. Menj! Bevegyek a seggébe. Fordulj! Mit indexelsz? Gondoltam, nem egyenesen mész észkombány. Jó, ezt is odarakjuk mellé. Előkészítjük a holnapi munkát. Figyeljetek, holnap meg kell nyomni. Meg kell nyomni olyan szinten, hogy a srácokkal, hogy egy komplett aratás. Ez a föld, ez legyen leeradva. És akkor egy plusz 100 000-et be lehet termelni. Babba bevetjük, jó? Babba bevetjük. És be tudjuk ide hordani. Ú, de jó, most már nem kell eladnom egyből, hanem esetleg amikor Epic áron van, nem tudom minek nevedik azt a kék, tudjátok, nagy kereslet van rá, az Epic ár, akkor kell megvenni, vagy akkor kell eladni. Na, van silónk, jaj, de jó. Meg már örülünk. Hát ez a beton, ez egy kicsit olyan barátibb, nem? Jobban látni a gépeket, azon a, meg ott a falad voltak a gépekben, azt nem is láttam rendesen, hogy melyik, mi, hol van, hogyan. Meg itt annyira ne is rak közel keeperre, minek rakott közel? Így. Akkor megmunkálási sorrend. Következő jöhet a két vető, ugye? Gyerekek, mindjárt lesz hely, oda néz. És még ott a másik oldalt, ott ugye a gépeket. Lehet, hogy ilyen felfestést kellene csinálni, mert azt is ugye lehet, nem itt tudom, hogy felfesteném másra. Ja, ott a kasza is, azok is ugye jönnek. Milyen nehezen húzza te. Nem miért húzza az ilyen nehezen, mi a... Ide, a fégen állunk, vagy mi a szar? Az ifára át kell pakolni, holnap lehet, hogy valakit befogok. Figyeljetek, jöhettek bőven, mert lesz itt munka, azt hiszem. Lesz itt munka. Valaki szépen átpakolja az MTZ-vel a... Vagy pedig elhozza a targoncát, ha akarja, elhozhatja a targoncát. Ez a jövő, boardbu. Addig kölcsön kérjük. Gyerekek, már kezd TSZ telepesedni itt a helyzet, na? Ja. Hozzuk a másik vetőt. És akkor az ifa, az csak arra lesz használva, hogy utility car. Utility car-nak nevezte Viola Bence, azt hiszem. Tényleg igaz. Ki nem kapcsolva föl, figyeld? Ah, de föl. Ja. Végre nem az szana szérti az úttól. Jaj, meg a két kombány is, hallod? Itt azért vannak ám annyi gép, meg minden. Csak a keeper itt... Ez szana széje, hogy mindent. Jó, innen is áll, úristen, mennyi... Figyelj, mennyi eszközöm van. Adjátok, tényleg a nulláról indultam ahhoz képest, apám. Nem is vagyunk olyan rosszak. Ez az MTZ újabban miért nem tudja ezt elhúzni normálisan? Mi ez a 13-ban húzás? Üres vetőt, ha? Ez mi történik itt? Mi folyik itt gyöngyösen? Már megint. Ó, és nézd oda, el fog fogyni a hely. Még így is? Úristen, lehet, hogy még tovább fogom húzni ám akkor. És ezt komolyan mondom, mert akkor inkább az legyen, hogy ne az, hogy zsúfoltan legyenek. Keeper attól való, hogy itt összezsúfolunk mindent. Na, akkor utána... Nekünk van egy ilyen erőnk, ugye ez kéne. Hát, azért a súlyt vette föl, hallod? Távolabbról. Jó, a súly, akkor menjen a izé mellé. Baudé mellé. De van ahova. A súly kell, akkor itt van. Mindenkinek mondom, a srácoknak, akik fognak jönni, azoknak is. Én ezt azért raktam ugye ide a bejárathoz, mert ne kelljen leghátulról elhozni. Meg ide, egyből ide lehessen behordani. Jó, akkor vigyük ezt is, ha már egyszer. És akkor a
vezethető eszközök, azok meg baloldalt lesznek. A pótkocsik szembe vezethető eszközök, meg baloldalt. Úgyhogy a pótkocsit is berakom az ifásat. Ez ilyen felfestéseket kéne csinálnom valami más anyaggal, és tök jól néz neki. Á, gyerekek, hallod? Azért egy ilyen telepen bazza, mennyi cucc kell? Nagyon-nagyon durva. Mindjárt jobb, hogy nem itt ilyen zsúfolt helyen van, nem? Tök idegesítő volt. Engem tök idegesített, hogy nem láttad normálisan, hogy mi ez. Meg ugye nem tudtál forogni, mert mindenhol pótkocsik voltak, meg minden. Mindig elakadtál mindenben, gépek útba voltak, azt azért most már egy kicsit barát itt szerintem. A izai kellene a homlok rakodó, várja. Mi meg ott van a kasza. Viszont a homlok rakodó az lehet, hogy ide fog, á, nem, azt is hátra kell. Itt elől csak lakunk, nem? Ez ilyen lakóövezet. Kasza. Kaszakő, kaszakő, mi a... apád... az. Kő. Kaszakő, kaszakő, mi az apád... kaszakő, jó, oké. Meg kezdődik, a kultúrát kezdem közvetíteni, ugye ezen. Kezdem elkapatni magam. Jó, mivel ezt el tudom csak elvinni ezt. Ezt is el odébb csapom. Ott egyébként az tök idegesítő, hogy a bokrokat nem tudom kirakni onnan, de hát jó, ez van. Aj, nem elég hosszú az itt hely, gyerekek. Nem elég hosszú, ez most meg már hova rakom? Hm? Ez a frankó, nem? Nézzél, elfoglalja el, grillsütő, vagy mi az. Hát ugye még ide fér. Hát muszáj lesz, mi? Grillsütő elfoglalja helyet. Jó, aztán... ja, minden eszköz nincs egyszerre itt általában, mondjuk az elég érdekes lenni, de hát azért legyen mindennek helye. Az lenne jó, ki lehetne táblázni, nem? Én tök így élném, hogy nagyon, nagyon rendezett legyen az egész. Hát csak ezt meg... nem, ám az a grillsütő, azt lehet így mozgatni. Hallod, ezt eladom a francba, megvadulok. Ezt adjuk el onnan ma. Ne vicceljetek, gyerekek, mi a szart? Olyan hülyeségeket itt összevásároltam. De figyeld azt a lapátot, egyelőre. Jó, eladom aztán majd, ha köl, akkor veszünk lapátot. Jó, gyerekek? Ja, mi van nekünk, mi van nekünk? A grillsütő, a grillsütő. Eladom a grillsütőt, meg a szemetet, nem köszönöm én. Figyeljetek, már egy kicsit föl vagyunk kidejve. Föl vagyunk fejlődve, már a szemét is etünk az udvarból. Akkor mi kell, gyerekek, most? Ja, izé kellene. Ezt a... ez már nem kell nekünk. Innen föl lehet venni. Az a baj, látjátok, még így is kicsi a hely. Épp, hogy végigér. Hát pedig ennél még csak több cuccunk lesz. Akkor a... vezethető dolgok, ugye, amit mondtam, azok meg ide jönnek sorba. Egy. Úristen, még van egy hatalmas pótkocsim, tudod, a nagy hamster. Vezethető dolognak számít a kombány. Jó, hát ezeket össze kell raknom, gyerekek, bocsánat. Lehet, hogy valakinek nem jön be, hogy én itt izélek. Ez a vinkódok. De mindenképp a multiplayerbe akarom ezt megművelni. Hát hallod, én még egyszer nem állok neki az vetni, meg mindent csinálni. Akkor azt fogjuk csinálni, amíg kultivál valaki, addig egy ember szépen átpakolja az ifára izét. Magokat, meg mindent, meg esetleg elmegyünk még venni, hogy még több legyen. Arra tök jó az... figyeljetek, le is... nem billentem le. Szegény sávú, aki majd rakja, annak ne kelljen szívnia annyira. Jó, fele van, le van betolozva a cusz, gyerekek. Nagyon jó, mi? Akkor vezethető dolog, ugye? Mondjuk a kombájnokat máshova rakom inkább. Ezt. Az ifa. Milyen rozsdás ifa plató tipikus. Egyébként majdnem még így is kicsi a telep. Halljátok, látjátok milyen... vagy halljátok, látjátok, mit beszélt. Látjátok milyen jó ötlet volt, hogy... nekiálltuk küzdeni ezzel? Na, akkor az lesz a feladat a srácnak, hogy... az ifára majd átpakolja akkor ezeket. Ott van ifánk, nekünk ne vicceljél. Oké.
Motor leállít. Combine. Mehet oda. Úristen, ennyi mindent összevet, halljátok, eladnék mindent, mehetnénk nyaralni ide Hawaii-ra, már komolyan mondom. Kettő darab combine. Így a rávat is vissza kéne hozni, te jézus Isten. A Zeto Crystal, hát igazából szerintem mindent tudok használni. Most azt nem tudom, azt írjátok meg, hogy most bekapcsoljam a Rea módot. Akkor nem tudjuk használni a rábát, eladjuk a rábát, vegyünk helyette kirovecet vagy 250-es rábát, egy kis pénzt mellé rakva. Hogy mit fogunk tudni csinálni. Egyébként ha a rámódot nem rakom be, szerintem a izét el fogja tudni húzni a nagy tárcsát, a ruszki tárcsát. Szóval azért azzal el fog boldogulni. Gyerekek, halljátok, komolyan mondom, most ilyen, így vagy így, itt van minden. Azt kell mondom, hogy kezd nagyon TS hangulat lenni. Nem? Kettő kombáj meg ilyenek, ne viccelj, hát ott. Nagyon ott vagyunk. Ez a tyúkolat még jó, hogy eladta, az kezdett irritálni. Na, van egy T-150 tank. Azért ez egy jó gép, csak olyan lassan indul, mint az állat. A pótkocsikat akkor már berángassam bele. Na nem rángatom, ott van az Eto Crystal. És még így is majdnem. Egyébként ez a füves rész, ezt még jó, hogy nem szántottam fel meg ilyesmi, mert akkor sok ideig nem tartod volna megcsinálni akkor se, de én örülök neki, hogy az ilyen maradt. Az lenne jó egyébként, hogyha a silót ugye nem blokkolnám, hogy ide be tudjon állni, meg ki tudjon menni valaki, úgyhogy ennél közelebb nem rakok a silóra. Tényleg ezt a földfestést ezt lehet megcsinálni. Bocs, hogy egy ilyen hosszabb részek vannak, de muszáj valamit készíteni. De egyébként tök autentikus az a siló. De csak 30 ezer literes, úgyhogy ne felejtsük el. De viszont 30 ezer liter szója simán több nincs ezen a földön, úgyhogy legközelebb szóját vetünk, azt be tudom tárolni, mert az is egy előny. Menjünk gyerekek! Gyertek, megyünk az óvodába. Úristen, milyen TS telepem lett. Komolyan tiszta high-tech. Tiszta high-tech ez a TS telep. Na most akkor azt csináljuk szépen, hogy egyesével leakaszgatjuk és sorba rakjuk őket. Azt kell csinálnom, a kettő között is elmenni. Gyerekek, ez jó hosszú vonat. Azt a betyár. Az utolsót elakasztjuk a kettő között. Úgyhogy jó legyen kb. Ahogy. Megyünk még egy kört, és akkor sorba lefozgatom. A pótkocsik legyenek itt sorba. Rettenetesen idegesítő, hogy a pótkocsik azok mindig így egymás hegyén hátán voltak, és nem lehetett normálisan megközelíteni őket. Ez nekem zavaró volt. Okay. És látjátok, majdnem kicsi a telep még így is. Így is full zsúf volt. Így is zsúf volt. És ez nagyon durva. Azok, ja, most a lekét nem használjuk. Hát ott megint az a baj, hogy hova álljak, hogy olyan helyre, ahol az ekét nem használjuk, de aztán használod, akkor megint itt egymást löködik az emberek. Meg, vagyis én löködöm. És megint hova állok a izével? Rábáló féldel, ha? Aztán megint hova? Látod? Ez az MTZ meg, most meg megy ám, mint az őrült. És akkor ráva kellene meg a nagy hamster, Jézus Isten. Már gyakorlatilag minden itt van, ugye? Jó, rába nagy hamster. A nagy hamstert az valószínű nem fogom oda behúzni soha. Mert tök fölösleges lenne. Jó, hát ennek a rábának sajnos van baja. Erősen agyalok rajt, hogy eladjuk, és akkor a pénzből veszünk egy 250-eset. Meg ugye persze te kell hozzá tenni, azt megnézzük, hogy mi lesz azzal. Mert ez a Rea mód nekem hiányzik, az tök életű, hogy elsüllyed, meg elássa a gép, meg ilyen, magát, meg ilyenek. Ez úgy tök frankó.
Ugye itt vágtattunk át a T-150 K-ba, itt balra, de hát ezzel nem merem megcsinálni. Úgyhogy ezzel megyünk az úton. Az úton megyünk, meg 27-tel megy. Még azok ki is lennék egyezve, szántóföldi munkára használnám, ugye nem vontatásra, csak most azért vontatok vele, meg azért hamstereltünk vele, mert újdonság, meg akartam nézni milyen, de hát itt legalább megtudtuk, hogy szegény eléggé elhagyja magát. Jó, a hamstert azt ugye itt a szembe földön, vagy itt a földes úton szoktam hagyni, Rábával bemegyünk, és akkor innen fogjuk folytatni a srácokkal a multiplayerbe. Fognak nekem segíteni mindent is. És most már nem ilyen, semmilyen munkákat fogunk rájuk bízni, mint a koszálás, hanem ugye normális pénzkereseti dolgot. Azt egyébként szabjátok meg, Léci, hogy mennyi pénzt kapjanak. Ugye felvetődött ezelőtti multiplayer rész kapcsán, hogyha jönnek munkások, akkor adjak nekik pénzt. Tehát hasonlóképpen, mint hogyha gépi munkással dolgoztatok. Mit tudom, 2000 per fő, per rész, és akkor azt le kell mondom magamtól. Ami valóban reálisnak is tűnik. Jó, a tojásokat az el kell vinni majd valakinek, vagy nekem, vagy valami. Úgy de utálom, hogy azok a tojásokat vannak. Na, itt hagyom, jó? Ez mindig itt fogom hagyni. Hogyha kell, akkor innen el tudok vele evickélni. Ja, gyerekek, a Rában még egy helyet szorítunk, most jó, most nem használjuk a silót, csak az a baj, ez a most nem használjuk, ez egy ilyen, nem a legoptimálisabb dolog. Jó, kiszállás, és akkor annyit akartam még megnézni, hogy esetleg nincs valamilyen olyan dekorációs eszköz, amit én tudnék használni. Silók, dekoráció, fészerek, a fészerek nem jönnek be, az egyébnél van-e valami, ami... A sterimo az jó lenne, 4500, de most még mindig nem fogok rá költeni, mert most nagyon le vagyunk amortizálódva. Ugye van olyan ilyen, amivel kézzel tudod... Jó, ugye jó. Eladóhely, tűzifának, olyan is van. Gyümölcsfák. Ezt nem tudom, hogy milyen siló. Azok, ugye, azok, aminek látszanak. Jó, nézzük meg a dekorációt. Tök jó. Na, minden bucsúk. Ez a fall. Long wall. Ó, de néz, tök jól néz ki. Egyébként ez tök jól néz neki, csak az a baj, hogy ugye a pótkocsikat oda húzingálom. Szóval ez egyelőre ilyen nem kell. Viszont ugye volt nekünk, amit beraktam, az a keeperös kapu, az hol vagy? Valami minden. Van egy olyan modokat berak, ahogy itt a keeper kapu. Azt mondtátok, hogy ezt jó lenne beraknom, mert az ilyen tök autentikus lenne, csak ha várjál. Ezt kéne majd fordítani. Így van, berakja a keeper? Várjál, azt hiszem, hogy pont fordítva van. De az a gond, hogy el fogunk akadni állandóan részébe. A rudjával, látod? Vannak ilyen rudjai. És lehetne lejjebb vinni? A elhelyezési magasság változtatása, csak az a baj, ilyen nagyon minimálba tudod lejjebb vinni. Az lett volna jó, hogyha lejjebb tudtuk volna, mert igazából magas, mint az Isten nyila. Tuti elakadsz be mindig, amikor fordulsz be. Tehát megveszem, egyefene. És pont fordítva rakta a hülye gyerek. Belül van a keeper felirat, figyeld. De amúgy tök idegesítő, mert... Ja, meg ilyen marha nagy... Jó, van, oké, gyerekek, ezt felejtsük el, jó? Ezt felejtsük el. Buktunk 500-at, mert így üzleteltünk bele. Na, viszont még amit meg akartam nézni, bocsánat, hogy ilyen sokáig itt tököl a keeper, de... Ez a felfestés dolog nekem például bejönne, hogy csinálok egy ilyen gépek sort, és akkor abba kell benne lenni, érted? Úgyhogy a talajtípust miben váltom? Abban. És akkor meg kellene próbálni. Hatósugár, igen. És ezt így. Hát ez nem a legjobb. Jó, nézzük tovább. Ez föld. Ez nem tudom mi, ez ilyen gyöp. Ez ilyen kűi.
Ez van most? Nem. Ó! Oda nézé, testvérem, az ilyen izé, ilyen, kő, ilyen lerakott kő. Ez nagyon jó, ilyen betonlapok. Csak kár, hogy ilyen a széle, nem? Jobban nem lehet eset méretet, nem. De ez nagyon jó, az ilyen lerakott kőlapok. Ez még jobban tetszik, mint a... Ez mondjuk ez egy kicsit ilyen Sims-es, nem? Az a baj, nem engedi oda rakni, mert ott a gép. Nem tetszik neki. Egyébként ez baron néz ki, csak hát nem tudom, hogy... Na, már nézzük tovább. Csak az a baj, hogy meg költöm a pénzt mind az át. Ez mi? Ez ilyen szar beton. Ez mi? Ez meg ilyen köves. Na, ez a köves viszont nem rossz. De nézzük azért még tovább. Hát ez ilyen szar. Friss szar. Bocs, hogy most ezt így végignézi a keeper, de... Még volt a jó? Ez volt a jó, ez a köves. Ez szerintem jó, ez a köves, mert ez olyan... Mondd, lerakod, aztán az tök jó. Ez jó, ez tetszik. Oda van szórva egy kis ilyen fehérkő, és akkor azon tárolod a eszközöket. Ugye? Fehérkői. Arra nem engedi rakni, mert ott van a gép. Na, jó. Ne, hát ez nekem bejön. Anyám, hatósugár, aztán akkor így. Na, ez tök jó. Ó, ez jó. És akkor itt is elhúzhatnám, ugye? Már hatósugár. És akkor a gépeknek a helyei meg lehetnének. Viszont itt meg ma nem. Meg itt kijelölhetném egyébként, hogy ugye meddig ne rakjak gépet. De nem, ez jó így szerintem. De nézzük. Nézzük, hogy hogy néz ki. Ja, viszont ez tök jó, hogy ide a kavicsra rakod le. Ez tetszik. Más a hangja. Itt kavics. Kavics hangja van, itt meg beton hangja van. Tök jó. Vakon is lehet tájékozódni, lol. Oké, gyerekek, ez tök frankó. Egyébként azt arra is gondoltam ám, hogy a kerítést, mindjárt megmutatom. Jó, nagyon élem most már megint ezt a dekorációnál. Voltak ezek a nagy betonkerítések, ugye? És hogyha ezt elfordítanám, akkor oda lehetne rakni, ahol van a rendes kerítés, és akkor betonfal lenne. Mennyi egy ilyen? 2000-be kerül, nem kevés. Mert az tök frankó lenne, hogy akkor ilyen betonkerítés lenne itt, látod? És úgy beleraknám a kerítésbe, hogy azt fedje el. Ezt rohadt jól néznek ki, csak 2000-be kerül. És akkor lenne egyik oldalról ilyen beton. Meg lehetne akár innen is. És így menőbben néz ki, bár akkor meg nem látod a gépeket. Viszont volt, várja, a dekorációnál ilyen kőkerítés, nem? Hú, nagyon bele vagyok itt buzulva. Viszont van kapu. Mekkora ez a kapu? Amelyik nem olyan túl nagy. Ó, van kapu, figyeld. A gyerekek, annyi minden van egyébként, és ez majdnem pont jó a hossza, meg a szélessége, figyelj. Ez is tök állat. Meg ugye van ez a stone wall. Long. Ezt is meg tudnád csinálni azt vele, hogy ugye rárakod arra, és akkor stone kerítésed. Ez mennyibe kerül a stone ball? 300. Jó, nem bírom ki, ne haragudjál, meg kell próbálnom, hogy milyen ez a stone ball. Költöm a pénzt a semmire, vigyenek, költöm a pénzt a semmire. Egyébként izét az viszont, tudjátok, mit lehetne ide hátra? Erdőt terepíteni. Na, az nem lenne hülyeség. Abból lehetne izélni. Lehetne kaszálni pénzt. Lehetne kaszálni az erdőből. Ekkora képzavart. Kipörte, hogy tudsz beszélni. Azt mondtam, hogy ugye azt csinálni,
Csak most ez a gép pont bele lóg. Csak ezt pont eltalálni, hogy olyan, úgy menjen. Mert pont bele lóg a gép. Ami nem biztos, hogy jót tenne neki. És akkor ilyen betonkerítés lenne. Sőt, akkor ide, rakhatnánk ide. És akkor mégis látszik, hogy meddig már ki van épülve a mi csodálatos birodalmunk. Csak ezt... Na, valahogy így. Nem, még egy kicsit balra. Oda nézzé! Testvérem az urba! Na valami ilyesmire gondolt a Keeper, oda nézzé. És akkor itt is. Nem szereti. Már kéne fordultanunk. De nagyon letökölök mi. Lehet, hogy ide egy rövidebb kéne. Ide nem tudok rakni? Mondjuk oda nem rakok. Oda nem rakok. Ide kellene egy rövidebb, és akkor a gépek mögött menne el. Ugye van ilyen médium, amelyik ilyen kisebb. Igen, talán nagyon egyenes legyen. Ó, ez jó, ez talán befér ide. Csak az a baj, hogy elég nehéz lerakni. Mondani, így, így. Milyen igényesen néz ki, ugye? Várjál, lépjük ki innen. Na tudod, ilyen kőkerítés. Tök jól néz ki, nekivágod a gépet, aztán kész. Oda le tudod rakni, így végig lehetne rakni. Ó, nagyon igényes. Csodálatos, ez egy kúria van itt, gyerekek. Mondani, hoppá. Föl vagyunk a kerítésünkre. Na, a gyerekek, kezd alakulni a TS. Jó, ezt lehet, hogy eladom egyébként. Azt majd, egyébként ez a betonkerítés az is adná. Jó, oké. Okay. Van silónk, nagyon örülök neki. Egyébként, ja. Szuper. Silónk saját teljes kapacitás. Nézzük. Igen, 30 ezer literes, ugye? Mindenből 30 ezer litert be tudsz tárolni, most már van kapacitásunk. Ugye a silónövelés az meg viszont úgy zajlik, az, hogy van ilyen silónövelő, silóbővítés. Ja, nagy gabonasíló, aha, gabonasíló 110 ezer volt, de mondjuk egy 100 ezer literes, látjátok? 200 ezer literes, és 100 ezer literrel tudod bővíteni 90 ezerért. Ami nincs annyi pénzem, pedig megnéztem volna ezt, hogy néz ki. És azt hiszem, azt akárhova tudod rakni, tehát nem muszáj ilyen marhára közel. Tehát az a lényeg, hogy siló bővítésként működik. Tök jó. Jó van, oké. Okay. Viszont ugye most már legalább tudunk tárolni. 30 ezer liter az nem kevés. Jó, gyerekek, elég púcsúzom. Úristen, nagyon hosszú lett ez a rész. Nagyon szépen köszönöm, örülök a sorskártyának, és nagyon örülök neki, hogy egy kicsit rendet raktunk, mert már kezdtem. A TS az folyamatosan muszáj, hogy fejlődjön. Ugye egyre nagyobb lesz, egyre kibővültebb, egyre több gépünk van egyébként, ha megfigyeltek már, nézzétek már mennyi eszköz. Van vagy 10 eszközünk, van 6 pótkocsink, ugye a nagy izével, hamsterrel együtt, van 2 kombájnunk, van teherautónk, van 4 darab traktorunk, amiből 2 nagy vonóerejű traktor. Szóval tök jó, most már azért tényleg alakul a gazdaság. Na, köszönöm szépen a figyelmet, csácsumi!